gratulálok a győzelemhez. A válogatott az olimpiai felkészülés utolsó szakaszába lépett. Dicsérd egy kicsit a csapatot, ha erre kérhetünk Jenővel. Összességben a védekezésünk szerintem nagyon jól működött, tehát és ez volt ma a kulcs. Ezt tudtuk gyakorolni, tehát a szűk időben a fő hangsúlyt erre fektettük, és mögött a kapus teljesítmény azt mondom kiváló volt, mind a három kapusunk kiválóan védett. Én a hangulatunknak, a mentalitásunknak, meg az, hogy elég nagy katyvaszt raktam én itt ma be a pályára, mert cserélgettem ész nélkül, és úgy soha nem volt az, hogy ebből rosszul kerüljünk ki. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, de hát nagyon, az is látszik, hogy nagyon hosszú az út. De milyen jó úgy meccset nyerni, hogy folyamatosan a jó nevű játékosokból álló ellenfél futott az eredmény után, nem? Hát én azt gondolom, hogy elég jól kezdtük el a mérkőzés, az első fél idő végén ott azért tudtunk egy kisebb előnyt kialakítani, amit a második fél idő meg tudtunk egy picit még tolni, és onnantól azért eldőlt ez az egész. Azért látszik, hogy mind a két csapaton, hogy azért a felkészülés közepén tart. Teljesen feltöltődve érkeztetek erre a mérkőzésre. Mesélj az elmúlt néhány hétről. Meglehetősen élménydús volt, főleg az Erdélyi út. Hát Székelyföld csodálatos volt, tehát mind az ott élők, mind a körülményeink, tehát ezúton is, most is köszönjük nekik, mert nagyon nagy szeretettel gondolunk rájuk, és tényleg nagyon sok élménnyel gazdagodtunk általuk. Vissza a szakmára, kimondhatjuk, hogy lassan készen álltok Tokióra? Nem. Tehát attól még nagyon messze vagyunk, én úgy gondolom. Tehát ez az első lépés volt, első felkészülési mérkőzés. Hát ez megenné a fene, hogyha mi most így állnánk készen. Bordás Réka, az olimpia vagy a válogatott egyik meglepetés embere lehet? Mit gondolsz? Bejátszotta magát, tehát nagyon meggyőző volt a teljesítmény itt az edzőtáborban, úgyhogy ez volt az első válogatottság, ezután is gratulálok neki. Lehet, hogy egy pár év van, nagyon büszke leszek, hogy nálam debütált. Köszönjük szépen, Jenő Tiéd.